Sajtó azt harsogja, hogy a Tesla csődben van, közben pont az ellenkezője van, és mégis félreértik. Milyen fura fordított világot élünk, igaz? Mindjárt elmagyarázom, nagyon tanulságos lesz. Üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Éppen úton vagyunk, Tatára az oroszlánokkal fog találkozni, és egy szuper egy napnak, tehát déltől délig ennek nézünk elébe, úgyhogy útközben azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen miért van az, hogy mindenki támadja ezt a Teslát? Jó, te lehet, hogy Magyarországon nem hallasz, mert itt még el vagyunk maradva a saját magunk is soros problémájával, de ami a lényeg, hogy az egész világ azért most beszél erről, és főleg az üzleti világ, befektetési világ, a tőzsdén ez komoly mozgásokat okoz, és nagy hullámzások is vannak a tőzsdén. És az érdekes, hogy egyrészt a közhangulat, amit a sajtó vetít elénk, az azt mondja, hogy hát az a Tesla ez csődbe fog menni, és egyébként is semmiféle jövője nincsenek a dolognak. Hopp, szép voltál, mert lerobbant. Semmi jövője nincsenek a dolognak, és az elektromos autó különben is csak egy ilyen átmeneti kis hóbort, volt már ilyen, léghajók se repkednek az égen, pedig régen volt ilyen, meg hogy milyen nagy ötletnek indult, és különben is a benzines autó tud egyedül megmutatni a férfiasságot, és így tovább. Szóval nagyon érdekes, hogy az egész sajtó nyilván ezt harsogja, és ilyen önmegerősítőként működik, hiszen hogyha a nyomtatott sajtó például, és illetve az online sajtó nem harsogná ezt, akkor nem lenne annyi hirdetése hagyományos autógyáraktól. Nézd meg egyébként egy magazint, vagy online hirdetéseket, egy jelentős része az autógyáraktól jön, akik egyre többet tolnak bele, és egyre többet támogatást is kapnak a sajtótól, pontosan azért, hogy lehúzzák és kizárják valamelyest ezeket a konkurens autógyártókat. De ami érdekes, hogy ezen tendencia mögött azért nyilván van egy valódi értékfejlődés és növekedés ennek a részvénynek. És mivel olyan erős volt a közhangulatkeltés a Tesla ellen, hogy ez a tőzsdén ugye az hangulatról szól, sokan el is hiszik, vagy így gondolják, mert ha elég sokszor hallasz valamit, akkor elhiszed egyébként, döbbenetes, még ha nem igaz, akkor is, ugye? Soros problémák vannak ilyenek. És akkor az történik, hogy elkezdtek, de még nagyobb spekulánsok is shortolni, az azt jelenti, hogy üres eladásnak mondják, magyarul eladni a részvényt, most a 320-340-es árfolyam körül, mondván, hogy lesz ez még olcsóbb, és most eladják kölcsönrészvényeket, ezért fizetnek egy minimális kis díjat, és a shortás azt jelenti, hogy amikor lezáródik a short, tehát vissza kell adni, ez attól függ, hogy milyen hosszú távra csinálod ezt a shortolást, akkor vissza kell adni, lezárod a pozíciót, akkor te visszavásárolod a piacról, és hogyha 320-ért el tudtad adni, és a rossz hírek hatása, te is persze benne vagy, a shortolás ezt erősíti, mert ugye eladsz a tőzsdén, tehát nyomod lefelé az árat, és ha majdnem egy 260, akkor te 260-ért visszaveszed, és időbe fordítva van, mintha a sajátod lenne a részvény, tehát mert eladtad 320-ért a kölcsönrészvényt, és azt vissza kell vásárolni, hogy vissza tud adni a kölcsönbe adott részvényt, tehát nem pénzt adta a kölcsön, azt meg már olcsóbban veszed, tehát van közte egy nyereséged. Amit a szomszédasszonytól kölcsön kérni, figyelj, de nincs nálam most éppen tej, adjál már kölcsön, és akkor fogom magam és eladom a tejet 36 forintért, majd másnap, amikor a saját tejüzememből van 20 forintért, akkor meg visszaadom a 20 forintos árból a szomszédasszonyt. Tehát így nyerek vele. Na most a probléma ezzel az, hogy ezt nem csak kicsiben, hanem intézményi meg spekuláns befektetők nagyba kezdték el csinálni. De ilyen milliárdos tételekben. És ugye ennek két irányba lehet eredménye. Az egyik elsülése lehet az, hogy fogja magát és tényleg lefelé mozog az árfolyam, ekkor az történik, hogy hatalmas pénzeket nyernek rajta, ráadásul ugye kölcsönrészvénnyel dolgoztat, vagy pénzük se nagyon van benne. Viszont nagyon fura dolog történik, ha elkezd növekedni az árfolyam. És onnantól kezdve, ha az árfolyam növekedni kezd, akkor bajba kerül, mert a kölcsönrészvényt vissza kell adni, amit eladott 320-ért, és ha már 4-be kerül, akkor 4-ért tudja megvenni, tehát veszített rajta 80-at részvényenként. És a tőzsde történetében az a legnagyobb short támadás a Tesla ellen történt,
nagyjából ugyanannyi short pozíciót nyitottak a Tesla ellen, mint az Amazon ellen, de az Amazon 10-szer akkora, tehát a saját magához képest a legnagyobb short támadás az utóbbi hónapokban a Tesla ellen indult el. Tehát magyarul arra fogadtak az emberek, hogy csökkenni fog az árfolyam, ne adj Isten, csődbe megy, akkor lehet persze a legtöbbet nyerni, hogyha kvázi majdnem, hogy nulláért kell visszavennem és visszaadnom a kölcsönadónak, akkor annyi történt gyakorlatilag, hogy az egész árat, amire adtam, majdnem, hogy megnyerem. Szóval sokan játszottak erre, és hát nyilván ezt látta és tudta a minden résztvevő, illetve tudta Elon Musk is. És mit csinált Elon Musk? Bejelentette, hiszen neki be kell jelenteni, mint fő részvényesnek, bejelentette, hogy azt hiszem 30 vagy 40 millióért vásárol részvényt. Hát erre egyben egy picit megugrottak az árfolyamok, de hát nyilván ekkor pánikba estek a sortolók, de mégis nem történt nagy dolog. Majd ment tovább ez a sortolás és ez a lehúzás és az árfolyamnak a lerombolása, és akkor tette egy egészen érdekes dolgot, azt hiszem a múlt héten, az előtti héten, amikor ezt a videót látod, már a jövő hét van, azt tette, hogy kirakott egy tweetet, egy bejelentést arról, hogy elképzelhető, hogy úgymond privatizálják, tehát mondjuk kivezetik a tőzsdéről a részvényt, és ott akkor meg kell határozni egy árat, tehát ártani kell úgymond a befektetőket, hiszen azok azért fektettek bele, hogy a jövőbeli haszon miatt és árfolyam növekedés miatt és ebbe bízva akartak tulajdonképpen befektetni, de ha őket kivásároljuk, akkor, és kirajtjuk a tőzsdéről, onnantól nem tudnak vele kereskedni, akkor nyilván egy magasabb árat kell, egy felárat kell fizetni, és ezért Elon Musk elejtette, vagy elmondta, hogy elképzelhető, még nem biztos, de elképzelhető, hogy 420-ért a mostani 320-hoz képest. Na most, ha ez bekövetkezik, akkor a sortolók gyakorlatilag több milliárdot, akár 5-6 milliárdot is elérhet összesen, veszteséget csinálnak dollárban, amit nem biztos, hogy a magyar milliárdok, lopások és egyebek, számok, kórházak, stadionok után te el tudod képzelni, de azért 1 milliárd vesztesége bármelyik befektetési alapnak Amerikában is brutális nagy veszteség. Tehát az a majdnem a kivégzéssel egyenlő. Úgyhogy több milliárdról van szó, több milliárd veszteség van most benne a kalapban. És gyakorlatilag ezáltal, hogy ezt bejelentette, picit megugrott, aztán újra visszament, tehát nem történt katasztrofálisan nagy emelkedés, de gyakorlatilag úgy mondják, hogy egy horgony dobott, tehát magyarul meghatározott egy irányt ebben a 420-as árfolyammal, lehorgonyozta oda az árat, ezzel jelzést is adott egyébként később, aki akarja vásárolni. De ami érdekes, hogy a sajtó, a szaksajtó, nem tudom mi a véleményed erről, de én azért találkoztam egy pár szakújságíróval, aki olyan hülye volt, mint a SG, fogalma nincs a saját gazdaság és egyéb dolgokról, de mindenesetre úgy értelmezte a tőzsdéről a kivezetést, hogy bajban vannak, csődbe vannak, és evel akarják elkerülni. Na most, aki ért egy kicsit hozzá, és én is most belolvasgattam ebbe jobban, pont nem ez történik, és pont a fordítottját mondja Elon Musk. És valószínűleg igaza van. Egyrészt nem hülye, mert egyszer történt egy baleset, méghozzá, amikor nem tudom, hallottál róla, az első halálos baleset egy Teslának, amikor egy kamion alá bement és meghalt az illető, és ezt az akkora biztonsági ilyen közlekedési felügyelet azt mondta, hogy nem adhatja ki ezt a hírt, hogy történt egy halálos baleset a Tesla önvezető működése alatt, nem mondhatja el tehát titokként kell kezelni, és utána aztán meg is büntette a tőzsdefelügyelet, hogy manipulált ebben az árfolyamot, mert ez azonnal közé kell tenni, mert ez árfolyam releváns információ. Szóval tanult ebből a micsoda, az Elon Musk, és most már eleve mindent közzétesz, és időbe közzétesz. És elmondta, hogy ő igenis ki akarja vezetni a tőzsdéről befektetőkkel. De az okot, és ez a lényeg, azt is hozzátette. Az történik úgy, tudnélik, hogy amíg elkezdték a Model S-t gyártani, majd a Model 3-at, és fölállt a Panasonic-kal közös akkumulátorgyáruk, akkor tulajdonképpen nagyon sokáig kellett plusz tőkét behozni, és kockázatban voltak valahol, hogy tudnak-e még újabb tőkéket szerezni. Most viszont, hogy fölépült a gyár, elkezdett a napi cashflow termelni, és fokozatosan minden negyedében csökken a veszteség, és gyakorlatilag egy-két negyedében belül nulla vagy nyereségessé válik, onnantól a cashflow biztosított.
Tehát nem kell, vagy minimálisan kell csak új pénzt behozni, ezt meg a most benne lévő, egyébként nagyon nagy és nagyon komoly befektető társak mögötte vannak, szerintem a Google-tól kezdve egy csomó nagy pénzzel van benne, tehát tudják, hogy mit csinálnak. Ezek nyilván biztosítani fogják, tehát azt mondták, oké, hozzuk ki a tőzsdéről, mert ez a hülye sajtó, meg mindenki, meg a negyedéves kötelező jelentések miatt állandóan mindenki csesztet minket, vegyük ki, és tudjunk hosszú távon tervezni, ne az legyen, hogy mindig rövid távú gondolkodással és a negyedéves eredmények és egyebekkel kelljen küzdenünk, és nem kell mindent kirakni az asztalra. És gyakorlatilag ez az oka, hogy onnantól, ha elérsz már egy stabilitást, akkor nem kell a tőzsdén behoznod gyakorlatilag újabb tőkét. És nem kell a tőzsdei viharoknak kitenni magad. És az olyan érdekes dolog, hogy ennek mi a háttere, mi az igazi jelentése. Tudnék, abban mindenki, legalábbis a komolyabb elemzők megállapodnak, nem a sortoló spekulánsokra gondolok, hogy hosszú távon simán 1000, de akár 2000 is lehet a részvényértéke. Hogyha nem esik orra a Tesla, akkor, és ezt az ütemet megtartja, és meg fogja valósítani, amit már elkezdett, hogy bejön a truckok, tehát a teherautók piacára, brutális piac, iszonyú vérfürdő lesz ott, sokkal nagyobb, mint az autó területén. Kihozza az Y az új modelljeit, és egyszerűen a 3-asnak folyamatosan növeli az eladásait a Model 3-nak, gyakorlatilag a csillagos ég a határ, tehát simán egy GM vagy bármelyiknél sokkal nagyobb kapitalizációt elérhet, és ki lehet számolni, így várhatóan akár 1-2000 euró is lehet az értéke mostani 320-hoz. És akkor miért vonja vissza a Tesla, meg miért vásárolja vissza a kint lévő részvényeket a Elon Musk? Pontosan ezért. Itt menjünk le egyszer tankolni. Itt. Pontosan ezért, mert tudod, mit mond? Azt mondja, hogy ezt a tortát magam akarom megenni a befektetőimmel. És nem akarom, hogy külső spekulánsok nyerjenek az én részvényemen, az én munkámon olyan sokat, én akarom megenni a tortát. Tehát az a döbbenetes az egészben, hogy a legtöbb esetben, még a sajtó is, a szaksajtó, nagyon nagy idézőjelbe rakom, ez is félreértelmezi. Úgyhogy nagyon érdekes tanúság, hogy mindenki más, mindenféle PR cikkekkel próbál valahogy PR-t csinálni magának, menteni, ami menthetetlen, ugye a VW diesel skandál, vagy az a botrány, hogy magyarul mondjuk, az Elon Musk pedig egyszerűen a tetteivel bizonyít. Nagyon érdekes, nagyon tanúságos, úgyhogy figyeld tanúsággal, mert azt gondolom az a mai világ egyik legnagyobb géniusza, a legnagyobb gondolkodó, még soha nem hallottam olyan emberről, aki azt mondta volna, hogy ne csak egy bolygós legyen a mi civilizációnk. Úgyhogy ez a mai gondolat, remélem, hogy ad egy-két inspirációt, főleg motivációt. Sok sikert kívánok neked. Írd le a 3 célodat és a 10 háládat, és minden célodat el fogsz érni. Ciao.